Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Finisben a beruházás, korszerűsítik a városi csapadékvízelvezető rendszert. Készülődés a Messzesi Általános Iskolában, az érdeklődők mellett az egykori tanulókat és pedagógusokat is várják a nyílt napon. Egymással másként példaértékű tehetségprogram a Városközponti Óvodában. Az utóbbi években egyre gyakrabban következnek be villámárvizek a városban, amelyekből nagy mennyiségű elvezetendő csapadék származik. Többek között erre nyújt megoldást az a készülő pécsi beruházás, amely egy visszanemtérítendő 755 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ez a projekt a Tettye Forrásház 130 millió forintos víz- és szennyvíz rekonstrukciós beruházásával egészül ki. A konzorciumi partnerségben zajló munkálatok idén májusban fejeződnek be. Még javában dolgoznak a gépek a Veresendre utcában, azonban a város mélyvonali vízelvezető rendszerének megújítását célzó projekt befejezésére már nem kell sokat várni. A beruházás egyszerre több nagyon fontos célt szolgál, így például a váratlanul lezuduló csapadékvíz szakszerű és korszerű elvezetését, tárolását. Hát egyre több villanyelvíz van. Ugye itt a 100 fölgyűjtőről beszélünk, ugye a Veresendre utcai szakasznál. Ugye ez a komplett meccsek oldalnak a csapadékvíz befogadásának és csapadékvíz elvezetésének a rendszerének a fejlesztése. Ugye egy jóval nagyobb keresztmetszetű csapadékvíz hálózat került kiépítésre, ugye a befogadója az új füzes árok lett. A befogadó előtt két darab 25 köbméteres csapadékvíztározó is létesült, ez a csillapítás, valamint a tárolás célját is szolgálja. A 3 km hosszú az Ipar utca, Vasút utca, Indóháztér, Mártírok útja, Veresendre utca vonalán elhelyezkedő csapadékvízrendszer korszerűsítése még tavaly szeptemberben kezdődött meg. Az érintett utcakaszokon ez természetesen forgalmi akadályokkal, közlekedési nehézségekkel járt. A városvezetés hálás a lakosság türelméért. Ezt nem lehetett megcsinálni, ezeket a munkafolyamatokat úgy, hogy napi nehézséget ne okozzon. Én mindenkinek szeretném megköszönni az eddigi türelmét ehhez. Az alappályázatban eredetileg csak a Veresendre utca déli részén található aszfaltszőnyeg helyreállítása szerepelt. Azonban az önkormányzat által benyújtott pótmunkaigény eredményeként az utca a beruházást érintő területen teljes szélességében új burkolatot kap. Két korszerű háromdimenziós nyomtatóval lett gazdagabb a Pécsi Tudomány Egyetem 3D nyomtatási és vizualizációs központja. A hétfői sajtóbemutatón elhangzott, az új eszközök folyékony műgyantát szilárdítanak meg lézerfény segítségével, ami az egyik legköltséghatékonyabb és legmodernebb eljárás a 3D nyomtatók világában. A berendezésekkel többek között fogíny és fogív modelleket, fogászati sebészeti fúrósablonokat, fogászati koronákat és hidakat, valamint fogszabályzó és harapás emelő síneket is tudnak készíteni, ezzel is támogatva a PTN zajló fogorvos képzést. Állami forrásból több milliárd forintos fejlesztést szeretnének végrehajtani a Pécs-Pogányi repülőtéren. Kiemelt cél a régió tőkevonzó képességének erősítése, mint azt a pécsi önkormányzat mai közleményében írja. A fejlesztési szándékot a tulajdonosok képviselői az áprilisi taggyűlésen erősítették meg, ahol az infrastruktúrát tulajdonló társaság, valamint a Pécs-Pogányi repülőteret működtető KFT vezetői vettek részt. Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT tavaly évvégén szerzett többségi tulajdont a Pécs-Pogányi repülőteret üzemeltető gazdasági társaságokban, miután megvásárolta a pécsi önkormányzat tulajdon részének egy részét. A taggyűlésen a tulajdonosok képviselői egyeztettek a fejlesztés lehetséges menetrendjéről, és meghatározták az idei feladatokat is. Nyílt napra várják az érdeklődőket május 6-án a Messzesi Általános Iskolába.
A látogatók a délután 4 és 7 óra között megrendezendő programon többek között megtekinthetik Gádor Emil és Soltra Elemér szénbányászokat ábrázoló freskóját is, amelyet az intézmény tavaly restauráltatott a Messzesért Alapítvány által összegyűjtött pénzből. Szabó Antalné kuratóriumi elnök elmondta, január 29-én a falfestmény ünnepélyes átadóján a vírushelyzet miatt sajnos nem mindenki tudott részt venni, ezért szerettek volna most erre egy újabb alkalmat biztosítani. Mint megtudtuk, a jövő pénteki ünnepségre már nagyon készülnek az intézményben, virágokat is ültetnek, hogy az iskola környezetét is szebbé tegyék az eseményre. A nyílt napra a régi tanítványokat és a pedagógusokat is sok szeretettel várják, illetve a pártolótagság révén ismét lehetőség lesz az iskola támogatására. Sokan jelezték meg tanítványok közül, hogy jönnek, érdeklődnek, egy kis találkozót is szervezünk, és bevezetjük újra az alapítványnál a pártolótagsági kártyát, amit akkor szeretnénk kiosztani azoknak, akik vagy a helyszínen, vagy utalással befizették, amiből a következő évi tervet, a sportcsarnokban egy elválasztó, térelválasztó függöny készítését terveztük, ami körülbelül 2 millió forintos összegbe kerül, és a pártolótagsági díjakból részben és cégek támogatásából szeretnénk megvalósítani, és pedagógus találkozót is tartunk 6-án. Innovatív tehetségprogramot indított ősszel a Városközponti Óvoda 3 tagintézménye, melyben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált módon többségi társaikkal együtt vehetnek részt művészeti foglalkozásokon. A projekt még csak fél éve tart, de már kedvezőek a tapasztalatok. Én ott szoktam beszédetni. Marci óvodás. Egyelőre a beszéddel még nehézségei akadnak, ezért fejlesztésre van szüksége. A kisfiú a Városközponti Óvoda egymással másként elnevezésű integrált tehetségbontogató programjában vesz részt. Itt azokat a képességeit erősítheti, amelyekben kimondottan ügyesnek mondható. A projekt célja ugyanis, hogy a hibakereső és javító szemlélet helyett inkább a gyerekek tehetségére alapozva érjenek el pozitív eredményeket, amelyek aztán visszahatnak a nehezebben működő részterületekre is. Hosszú távú célunknak azt tekintjük, hogy a köztudatban a deficitorientált szemlélet helyett a gyerekek erősségére épít a szemlélet alakuljon ki, és hogy ez váljon hangsúlyossá a pedagógusoknál. A program keretében 3 művészeti műhely működik, amelyekben sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek többségi társaikkal együtt alkothatnak. Általában kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő kisgyermekünk van több, beszédfejlődési zavarral, egy kis gyermekkori autizmussal diagnosztizált kislányunk, ő az Összkép alkotóműhelyünkben van, ahol a festéssel nagyon-nagyon nagy barátságot kötött. Van egy SMA-s kislányunk, aki kerekes székben éli a mindennapjait, ő az összhangműhelyünkben a zenével varázsolódott el. És hát ugye a kis Down-szindrómás kisfiunk meg a mese és a dramatizálás. A projekt vezetőinek célja, hogy a résztvevők motiváltá váljanak és sikerélményben legyen részük, hiszen főként a sajátos nevelésű igényű gyermekek esetén ezt a legnehezebb elérni. A projekt ezzel a pedagógiai szemléletével országosan is mintaértékűnek mondható, a modell iránt már több óvoda is érdeklődik. A fél éves munka tapasztalatait és a módszertant június 20-án mutatják be a civil közösségek házában. A női műszaki karrierút népszerűsítésén dolgozik a Pécsi Egyetem műszaki kara. Egyre több nő választja ezeket a pályákat. A magyar felsőoktatásban 27% a női hallgatók aránya a különféle műszaki képzésekben, derül ki a KSH adataiból. A pécsi mérnöki képzések is egyre vonzóbbak a lányok számára is, és ezt kívánják tovább népszerűsíteni az egyetemen információkkal, tájékoztatással. Ennek érdekében kapcsolódott a Műszaki és Informatikai Kar a Lányok Napja országos programhoz. Pécsett egy kötetlen beszélgetést tartanak majd, ahol arról lesz szó, hogy hogyan tud érvényesülni egy nő a férfiasnak gondolt szakmákban. A délután folyamán sikeres karriert befutó építész, vegyész, gépész és környezetmérnök nők számolnak be személyes tapasztalataikról, a műszaki pálya lehetőségeiről. Az ingyenesen látogatható programot április 28-án 17 órakor rendezik meg a kar Boszorkány úti épületében.
Végezetül néhány szó az időjárásról. Holnap egy hideg front érkezik térségünkbe, erős széllel, záporokkal, zivatarokkal. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!